helyet, kérlek benneteket és a gyerekeket szeretettel elengedjük a gyerekalkalomra, és benneteket meg kérlek, hogy az apostolok cselekedetei 8. fejezetnél nyissátok ki a Szentírást, a Bibliát, és ezt olvasnánk, folytatnánk az apostolok cselekedeteit. Jó alkalom, jó, remélem ti is érzitek, hogy jó ott lenni Isten jelenlétébe. Nagyon jó volt a szerda, nagyon jó volt, hogy el tudtunk menni a legmélyebb pontra, önként, és nem kényszerítve, és ott le tudtunk térdelni Isten előtt, és imádkozni, és kérni őt, hogy vegyen hatalmat, uralmat fölöttünk, családunk fölött, gyülekezetünk fölött, úgyhogy érezhető, amikor látjátok, amikor hitbeli cselekedeteket teszünk, hogy Isten jelenléte itt van, és válaszol nekünk. Apostolok cselekedetei 8. fejezet, első verstől a 40-ig a fejezet, egész fejezetet olvasnám, és Fülöpről lesz szó, Filippos, ugye azt jelenti, hogy lókedvelő, ezt már beszéltük, a neve, hogy Philos Hippos, az azt jelenti, hogy lovakat kedvelő. Én ezt írtam, ez lesz a cím, hogy lóhalálában, de nem lókötőknek. Mert ez lókötőknek nem való. Tudjátok, akik úgy semmit nem akar csinálni. Belegondoltam, honnan ered ez az, hogy lókötő? Hát régen ugye az emberek nem kocsikkal vagy motorral jártak, hanem lovakkal. És nem arra kell gondolni, hogy lókötő, hogy valaki ellopott egy lovat, hanem csak ott mimmel, mámmal kikötözgette, vigyázott ő rájuk, amíg a többiek csináltak valamit. Vagy néha fiatalon elkötötte a lovat, ugye elkötöm a kocsit otthonról, szokták mondani, elkötöm a motort, és megyek vele egy kicsit, csak úgy szélton össze-vissza, egy kicsit furikázok, kicsit megyek ide, kicsit megyek oda, kicsit autókázom, kicsit a magam kedvéért. Hát nem. Ez nem erről szól, hanem arról, hogy Istennek van egy terve, és ha benne vagy, akkor ugyanolyan kalandokat élsz át, mint hogyha furikáznál, vagy kocsikáznál ide-oda, sokkal nagyobb dolgokat fogsz látni, mint szép tájakat. Meg nem tudom, milyen különleges építményeket. Fantasztikus dolog, az Isten királyságát. Így hangzik az Istennek az igéje, kérlek, hogy helyeteken ülve kövessétek velem Isten szavát. Saul pedig egyetértett István megölésével, azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Judea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe betette őket. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, amikor hallgatták őt, és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Sok megszállottból ugyanis hangos kiáltással kimentek a tisztátalan szellemek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, hogy ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, bemerítkeztek férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután bemerítkezett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemből lévő apostolok, hogy Samária, ilyen keverék nép, befogadta az Isten igét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szent Szellem ajándékában, mert még nem szállt rá egyikükre sem, csak be voltak merítkezve az Úr Jézus nevére. Amikor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szent Szellem ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a szellem, hát pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is azt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Szellemet. Péter azonban ezt mondta neki, hát veszel el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzem megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta, nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát, mert látom, hogy keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, jaj, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi ne szálljon rám abból, amit mondtatok.
Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme etióp afrikai férfi Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki az egész kincstára fölé volt rendelve, Jeruzsálembe járt az Istent imádni. Visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a Szent Szellem Fülöpnek, menj oda, csatlakozza az a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvas, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Mert az így válaszolt, hát hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? És Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéről kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember, hát íme itt a víz, mi akadály annak, hogy bemerítkezzem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hát megparancsolta, hogy állja meg a hintó, és lementek mind a ketten a vízbe, mind a ketten Fülöp és a főember, és bemerítette őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr szelleme elragadta Fülöpöt, és nem látta többi a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az Ótoszba került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, amíg Cézáreába nem ért. Amen. Ez Fülöpnek a története, ezért is akartam az egész részt felolvasni. A következő fejezetünk majd Saulról fog szólni. Úgyhogy az első pár vers, amit olvastunk, és most egy másik fordításból, hogy általában figyelitek, hogy általában két fordítást szoktam olvasni, meg hirdetni, pont azért, hogy többféleképpen is hallgassuk az igét. Azt mondja, Saul egyetértett István kivégzésével, azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Megkérhetlek benneteket, hogy becsuknátok az ajtót? István volt az első, akivel kezdődött az egész, de azon a napon, tehát nem álltak meg ott, hogy Istvánt megkövezik, hanem egy ilyen vérszemet kaptak, és elkezdődött egy nagyon nagy üldözés az egyház ellen. Először, amikor üldözések vannak, mindig a vezetőkkel kezdik, mindig a legaktívabb szolgálókkal kezdődik, de figyeljétek meg, hogy mindenkire kihat, és nem lesz kivétel. Mert azt mondja, hogy az apostolok hogy kivételével mind szétszoródtak Judea és Samária területén. Ahogy mondtam is, a múlt héten az apostolok, a fundamentumok, azok nem fognak mozogni. Egy ház nem fog innen-oda átmenni, azok ott maradtak. Azért, hogy tanúskodjanak arról, hogy Jézus meghalt és föltámadott. Mert még sok ember maradt ott Jeruzsálemben. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette. Saul pedig pusztította az egyházat házról házaját, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Tehát itt már nem csak arról beszélünk, hogy István, hanem arról, hogy férfiak és nők, gyülekezeti tagok, olyanok, akik időnként megfordulnak a gyülekezetbe. Érted? Tehát, hogy ára volt annak, hogy ők Istent követték, hogy valaki mondjuk meglátta a felvételen, hogy te az ott van. Hát mit keres az ott? És elkezdték gúnyolódni, vagy csúfolni, vagy tudom én is ismerek olyan embert, aki sokaknak tartozott. Egy alvilági életet élt. De hát őt is szereti Isten, és elkezdte Isten kihozni belőle. És érezte, hogy változnia kell. Átadta Istennek az életét, a szívét, Isten elkezdte megnyitni a gondolatét, hogy hogyan kellene rendezni az anyagi életét, hogyan kéne ezeket a maffia szálakat lezárni, csak nem olyan egyszerű ebből kikerülni, képzeljétek el. Tehát nem úgy működik, hogy hát én megtértem, és akkor azon napon megtértek a te adósságaid, megtértek a te rossz kapcsolataid, és akkor minden így elmúlt. Nem ilyen, hanem az ott marad az életedbe. Érted?
És akkor gondolj bele, rendeznie kellett. És ott volt egy istentiszteleten, és élő közvetítés volt, és meglátták, akiknek ugye tartozott. Ezt akkor eljöttek a gyülekezetbe megkeresni őt. Érdekes istentisztelet lehetett biztos. Na de azért mondom nektek, hogy van ilyen, ha te Istent akarod követni, de ha te Istent akarod követni, és őszinte tiszta szíved van, tudhatod, hogy nem vagy egyedül. És azt is tudhatod, hogy Isten nem azt nézi, hogy mi volt a múltadban, hanem a mai nappal ad neked egy új időt, egy tiszta lapot, és a mai nap te megragadhatod ezt. Ez hívőknek is szól, hogyha valamiben te eddig benne voltál, bukdácsoltál, ma Isten szól. És ha ma, a mai döntésed fölülírhatja az elmúlt hetek, hónapok, éveknek a dolgait. Nem azt jelenti, hogy nem kell azoknak a következményével szembenézzél, de Isten nem úgy fog tekinteni rád, hanem szabad leszel. Minden tagra kihatott, az apostolok nem menekültek el, de nehogy azt gondoljuk, az apostolok milyen hívők voltak, ők, a többiek elfutottak, ők meg nem. A Biblia legalapvetőbb törvénye az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Pál úgy magyarázza ezt, hogy az, hogy szeretem a másik embert vagy önmagamat, az azt jelenti, hogy nem ölök se magamat, se mást, nem lopok, nem kívánom meg, nem csalom meg, nem okozok fájdalmat. Az, hogy meg Isten szeretem, nem mondom ki a nevét hiába, nem lesz hamis Istenem, megtartom az Úrnak a napját, ugye a teljes 10 igét, a teljes 10 parancsolatot magába foglalja, ez. De az egyik legalapvetőbb parancsolata az életnek a védelme. Az élet védelme fölülír bizonyos dolgokat a Bibliába. Azt mondja a Szentírás, hogy vért nem fogyaszthatunk. De abban az esetben, amikor mondjuk, ez nem olyan, hogy disznóvágás és nincs más tenni, és akkor megeszem a hagymás vért, az nem az az eset. De például azon, hogy a beduinok, ezek a ugye Szaharába, meg ott a sivatag mellett élő népek, mennek és elfogy a víz, és nincs mit enniük, nincs mit inniuk, akkor megcsapolják a tevének az erét, és kiszívják belőle a vért, hogy ne halljanak meg. Mondok másikat, aki mondjuk a világháború alatt zsidókat bújtatott, és megkérdezték, hogy vannak itt zsidók? Nincsenek, nincsenek. És hazudott. Hát hazugság az bűn, igaz? De mentette az életet. Vannak olyan helyzetek, mondok még egyet, amikor gondoljatok bele, valakinek a családját, a szüleit bebörtönözték, vagy Romániában is volt ilyen a Securitate idejében a kommunizmus alatt, vagy most például Pakisztánban, amik történnek, vagy más helyeken, hogy komoly hívő lesz valaki, bebörtönzik a szüleit, vagy ki is végzik a szüleit. És ezt a gyereket kicsapják, és ha bárki befogadja azt a gyereket, ugyanaz vár ezekre a szülőkre, mint az ő szüleire. Vár, tehát hogy akkor elviszik börtönbe, vagy kivégzik. Nem merik befogadni, és kikerülnek ezek a gyerekek az utcára. Ott él egy 7-8 éves gyerek, és éhes, és lop egy ételt. Értetek, ezekről beszélek, amikor nem az van, hogy elmehetnél felnőttként dolgozni, de lusta disznó, vagy nem mész és lopsz, nem erről beszélek. Nem arról beszélek, hogy magadat véded, és hazudsz, vagy puskázol, mert nem tanultál. Nem ezekről a hazugságokról beszélek, érted? De nem a kényelmi hazugság, nem a magamat mentegető hazugság, hanem ezekről, hogy menteni az életet. És ugyanígy az Úr Jézus szavai ezek, Máté 10:23. Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, még végig sem járjátok Izrael városait, íme eljön az emberfia. Tehát Isten azt mondja, hogy ha tudod azt, hogy valami rossz vár rád, ne akarnak ölni, akkor menekülj, ne menj oda. De az is igaz, ha viszont megfogtak, akkor viszont vald meg a hitedet. Akkor ne menekülj, akkor igenis mondd azt, hogy te kibe hiszel. Vald meg Jézus Krisztust. Akkor annak van itt az ideje, hogy tanúskodjál. Akár mártíromság, a tanú, mártír, ez ezt jelenti, mert az annyira komolyan veszi a tanúskodás az élete árán is. Hogyha megfognak, és azt mondják, hogy na, elengedünk, ha megtagadott Krisztust. Akkor ne. Nem tudom, mi annak a filmnek a címe, de egy nagyon érdekes film feldolgozza azt, hogy hogy jutott el az evangélium Japánba. És képzeljétek el, Japánba nagyon véres leszámolások voltak. Tehát a inkvizíció, ami itt volt Európában, kutyafül ahhoz képest, ami Japánban volt a keresztények ellen. És képzeljétek el, ez szinte mindenhol így volt, hogy az az ember, aki megtagadta a hitét, tehát olyanokat kértek tőlük, hogy vittek egy feszületet, köpjön rá, taposson rá,
az úrvacsorai jegyeket odaadták elé, és akkor dobja bele a sárba. Tehát olyan, ami ilyen fontos lehet nekik, ami szimbolizálja a hitüket. És aki ezt megtette, volt olyan pap is, aki mondta, hogy nyugodtan megtehetitek. Hát az nem Krisztus, nyugodtan taposd meg. És akik ezt megcsinálták, hogy feladták a hitüket, ott egy 5 éven belül kereszténység az egész faluból, az egész környékről eltűnt. Feladták az emberek a hitüket. Visszamentek ebbe a, nem tudom, sintoista, buddhista gondolkodásban, amiben benne voltak. De azokon a helyeken, ahol egész falvakat írtottak ki, kisgyerektől az öregig, ott képzeljétek el, ott valahogy, pedig az egész falut kiirtották, valahogy a szomszéd faluba is hitre jutott valaki. Biztos hallotta előtte az evangéliumot, és akkor ez volt, ami aktivizálta, de ott lettek hívők. Nem tudták kiirtani sokáig a kereszténységet. Pont ezért minél jobban üldözték, és akik komolyan vették, érted? Meghaltak a hitükért. Nem szabad megalkudni, ha megfognak. Ha el tudsz menekülni, ki tudsz térni előle, tedd meg. De ha odállítanak, és szint kell valljál, akkor valld meg az Úr Jézust, akkor tanúskodjál. Akik pedig szétszóródtak, elmentek és hirdették az igét. Az üldözésnek a következménye micsoda? A szétszóródtatás, hogy szétszóródtak. Ide teszek egy az asztalra, ide teszek egy sót, akartam hozni egy sótartót, csak otthon fejtettem, ide hozok egy sótartót, akkor a só az itt van egybe, igaz? De a só az nem azért van, hogy díszből ott legyen, hogy jó, az még parajdi só, testvér, hát ez az igazi, ez onnan van. Ez himalájai, 8000 éves, de egy év múlva megromlik, úgyhogy használjuk el. 8000 évet kibír, de már egyet nem. Na mindegy, ezt nem tudom, hogy csinálják, de rá van írva. Szóval, a só azért van, hogy megfogd, és szord. Igaz? Beleszord a levesbe, az ételbe, ezért van. Szétszóródtatás. Az üldözés következménye az, hogy szétszóródtak. Tudjátok miért? Én meg vagyok győződve, hogy Isten tudtával és engedélyével történt ez az üldözés. Nem volt kedves Istennek, hogy meghalnak az ő gyermekei, de Isten ezt felhasználta. Megmondom nektek miért, mert a szétszóródtatásnak és az üldözésnek a célja az evangélium terjedése és hirdetése. Ádám és Éva, Mózes első könyve, első fejezet, 27-es, 28-as része. Teremtés könyve, legelső könyv, legelső fejezet, 27-es, 28-as verse. Ádám és Éva, az emberiség, ha így tetszik, Ádámban és Évában kap egy küldetést, és az így hangzik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket, megáldotta őket Isten, és ezt mondta, azaz képessé tette, és Isten az ő jelenlétét is odaadta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Szaporodás, sokasodás és betelíteni a földet. Hogy menjetek el mindenhova. Hódítsátok meg, azaz Isten uralma alatt legyen. Az Isten uralma pedig olyan, ahogy a Jézus megmutatta nekünk, hogy felemelem a másikat, segítem a másikat, a másik javát szolgálom, szeretetből történik, és nem úgy, hogy én leuralom és kihasználom a másikat. Értitek? De utána jön egy bűneset, jön Noé. És Noéban Isten újra az egész emberiséggel szövetséget köt, ezeket hívjuk szaknyelven Noahita törvényeknek, ami így hangzik. 1 Mózes 9.1. Isten megáldotta Noét és fiait, miután kikötött a bárka, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Kérdezem én, a legelső parancs, amit adott Isten az embernek, utána megerősíti ezt Noéval. Mikor vonta vissza? Tudtok-e nekem olyat mondani, amikor Isten azt mondta, hogy túlnépesedés van a világon? Isten nem mond ilyeneket, ez egy hazugság. Lehet, hogy valahol a népsűrűség nagy, valahol meg kicsi. De higgyétek el, annyi élelmiszert termelünk, hogy nagyon sok megy a kukába. Máshol meg éheznek. Tehát ez arról szól, hogy nem egyformán vannak elosztva. Meg nem jól élünk ebben, meg istentelenül éljük az életünket. Ez erről szól. Értitek? De Isten nem vonta ezt vissza.
De a szaporodás sokasodás alatt most nem a fizikai gyermeknemzést értem, hogy most mindenkinek legyen legalább 3 gyermeke, mert ugye a szaporodás az 1, de a sokasodás az ugye pótlod magadat, meg a párodat, meg plusz 1, tehát az minimum a 3. Ha most inkább a szellemi dolgokról beszélek, hogy az apostolok által is hirdetett ige mindig megteremte a gyümölcsét, a István beszéd által hívők élettek emberek, Fülöp által megtértek emberek, tehát én erre a sokasodásra gondolok, hogy megosztod a hitedet, mindig lesznek új megtérők, és Isten növeli a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Igaz? Tehát ti is reménykedtek ebben, nem? Amen? A halleluja, jó van akkor, mert már megijedtem, hogy én itt lelkesedek, és akkor nagyon elgondolkoztatok. Tehát nem vonta Isten vissza. Nézd meg utána, mi következik az özönvíz után, a Bábel tornya. És a Bábel tornya meg miről szólt? Mit mondtak? Ne széledjünk szét, nehogy elszéledjünk, maradjunk együtt, és építsünk együtt valami olyat, ami az égig ér, mi majd megmutatjuk, hogy majd az ember összefog, és mi Istenek leszünk, meg hát, hogyha Isten bár azt mondta, hogy többet özönvízzel nem árasztja el a földet, de azért nem lehet tudni, legyen olyan magas, hogy a legmagasabb hegynél is magasabb, hogy majd túléljük. Tehát egy kicsit önmegváltjuk magunkat. És az emberi humanizmus, összefogás, szeretet, egység nem ismerős ez az ökumenében, meg a kereszténységben? Mindennel fogjuk, elvtelenül fogjunk össze. Krisztusért, bocsánat, nem Krisztusért kell összefogjunk, hanem Krisztusban tudunk összefogni. Aki Krisztusban van, az az én testvérem, és mindegy, hogy milyen felekezetű. De én a muszlimokkal mit fogjak össze Krisztusért, meg a buddhistákkal Krisztusért? Hát nem vagyunk azonos alapon. Értitek? Vagy hamis vallásokkal. Tehát ebben nem menjél bele, ez hazugság. Érted? Miért emeljek Krisztus mellé oda egy istenanyát, vagy bárkit, ha ez Isten ellenes dolog? Tehát ebben hogy tudom beleadni magam? A Krisztusért. Az nem a Krisztusért van. Az hamis egység ígérete, mint Bábel idejében. De nem erről beszélek, bocsánat, mert elkalandozok, és nincs időnk. Misszió parancs. Máté 28. Menjetek el, tehetek tanítványokká minden népet. Menjetek el. Tehát el kell széledni. És minden nép, minden etnosz, minden etnikai csoport. Ez ezt jelent, az etnosz. Érted? Minden etnikai csoportot. Minden. Magyarországon is nem tudom, hány etnikai csoport van, meg a környező országok fele is menni, meg mindenfele menni, meg ide-oda. Olvasok egyet Márk 16, 15-től 20-ig. Márk evangélium, nagyon jó evangélium, hallgassátok. De tényleg, ezután így szólt Jézus hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tehát, mint a sónál, szétszórni, szerte szétszórni. Érted? A gyerekeid ezt megcsinálják, ez velünk született képesség. Azt nekik legót, és szétszórják. Érted? Azt nekik egy gyöngyöt szétszórják. Na erre akarja Isten a mi figyelmünket felkelteni, hogy így szeretett volna Isten, hogy így szórodjanak szét a keresztények. Hogy ne itt legyen egy rakat keresztény, mindenhol. És azért emlékezzetek, egy kicsit a jeruzsálemi gyülekezet ezt tud, egy picit elfelejtette. Nem, semmi rosszat nem csináltak, mert tértek meg az emberek, mert járták Jeruzsálemet. Csak úgy voltak vele, hogy végül is hirdetjük minden népnek, mert pártusok, médek, elámíták, Afrikából, mindenhonnan vannak, hát milyen jó nekünk. Erre mondta egyszer a Richard Wurmbrandácsi, hogy ő azt kapta, hogy szolgáljon az oroszok felé. Ezt egyszer csak jött az orosz hadsereg, megszállta Romániát. Szóval akkor megértette, hogy neki miért adta Isten, hogy készüljön föl. Ugyanígy a Uzonyi Barnus mondta, hogy azt kapta, hogy az arabok fele szolgáljon. Tehát akkor hogy legyen? Aztán jött ugye migráns hullám, és akkor Budapesten ő viggal szolgált az arabok között, úgyhogy nem ment érted sehova Magyarországról. Tehát ezt mondom, hogy Isten néha erre készít, de azért látjátok, hogy nem ez az Istennek az akarata. Hát nyitva van az imaház ajtó, testvér, hát bárki bejöhet. Hát de bárki bejön? Nem. Na, akkor meg mi menjünk ki? Érted? Tehát ezt mondom, hogy tehát nekünk kell kezdeményezni. Érted? Hát majd tudják, hogy hívők majd megkérdezik. Hányan kérdezték meg az elmúlt egy hónapban, te annyira hívő vagy, átkopogtak a szomszédból, vagy a munkatársad, vagy a ifjantársad. De a Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Nekünk kell elmenni és hirdetni. Így folytatja Márk evangéliuma. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz, bemerítkezik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Mindazokat, akik hisznek. Tehát nem az apostolokat, mert itt például István nem apostol volt. Fülöp, akiről beszélünk, nem apostol volt.
és jelek és csodák követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat hisznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült, megkapott minden hatalmat. Azok pedig elmentek, és hirdették az igét mindenütt. Tehát nem voltak szófogadatlanok, hanem fogadták az Istennek a szent szavát. Szófogadóak voltak. És azt mondták, hogy akkor elmegyünk, és hirdetjük az igét. És mit olvasunk még? Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Tehát Isten mindig munkálkodik. Nem nekem kell kitalálni, Isten ott van. Isten készíti a szíveket, Isten nyitja meg a szíveket, Isten nyit lehetőséget. Érted? Istennek a drága igét hirdetem. Én nem tudok senkit megtéríteni, és ez úgy szabadítson föl téged. Nekünk nem térítgetni kell, mi nem Jehova tanúi vagyunk, vagy mormonok, érted? Tehát nem győzködj, Oda mész, és elmondod a megmentő üzenetet, és imádkozol érte, és hiszel abba, hogy Isten ott van, és munkálkodik. Értitek? Bízzunk Istenbe, hogy ő munkálkodik. És amikor én például hittel imádkozok valakiért, akkor várd azt, hogy történik valami. Az a baj, figyeljetek, mi hívők nem hiszünk benne. Emlékeztek? Mondtam nektek szerdán. Az, hogyha Isten népe meg tudja magát alázni az Isten előtt, annak lesz áldása. És van áldása, én már most éreztem a dicsőítés alatt is. Sokkal felszabadultabb volt a gyülekezet. Sokkal jobban itt volt érezhetően az Istennek a jelenléte. Tehát, ha imádkozol, úgy imádkozzál, hogy várjad azt, hogy Isten csinál valamit. Mint az a történet, de lehet, hogy ezt már meséltem, és már páran unjátok. Tudjátok, mint akkor kimentek a farmer, a mezőgazdaságból élők farmerek imádkozni esőért, csak egy vitt magával esernyőt. Tehát nagyon hittek abba, hogy lesz eső. Az egyik igen. Az ő reménykedett benne, azt gondolt, hát én hazamegyek még szárazon, hozok egy esernyőt, vagy valami. Tehát értitek, hogy mit akarok mondani? Hogy ha imádkozunk, legyen az, hogy elhiszem azt, hogy Isten fog valamit cselekedni, és én látni szeretném. Vagy azt is elhiszem, hogy Isten már cselekszik, Uram, most azért imádkozok, hogy nyisd meg a szemem, hogy te hol cselekszel, kibe cselekszel. Értitek? Biztos vagyok benne, hogy lesz áldás. És lesz áttörés. És megerősítette az ige hirdetést a nyománba járó jelekkel. Akik pedig szétszóródtak, tehát így hangzik a 4-es vers, akik pedig szétszóródtak ugye a diaszpórába, azok szó szerint, ugye azt jelenti, hogy nem elmentek, tehát ez a szó, amit így fordítnak, hogy elmennek, ez azt jelenti, hogy átjár. Valamit oda-vissza átjár valaki. Bejártak mindent, átjártak mindent, és evangelizáltak az Isten igével, a logosszal. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust. Ez azért nagy szó, mert azért a samáriákat azért nem tartották sokra. És emlékezzetek vissza, amikor Jézus egyszer átmegy a tanítványaival, még János, a szeretett tanítvány, aki állandóan a szeretetről beszél meg, ő nagyon érezte Isten szeretét, ő is azt mondta, hú, jöjjön tűz az égből, ezekre a fúj fattyakra, ezek koszos kutyák. Szóval Jézus, milyen lélek van bennetek, ember? Milyen lélek van bennetek? Jánosnak mondta meg a tesójának. Érted? És nagy szó, hogy azt mondta Jézus, és ha jön a Szent Szellem, lesztek tanim Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, sőt a föld végső határaig. És hova szélettek el? Judeába és Samáriába. Tehát Istennek ez a terve volt. Tehát látjátok, hogy semmi nem csúszott ki Isten irányításából, hogy üldözés támadt. Csak olyan nehéz néha kimozdítani minket a mindennapi kerékvágásból. Mert le vagyunk terhelve, mert sok gondolatunk van. Nem rossz gondolatok ezek. Sőt, merem azt mondani, a legtöbb nagyon jó gondolat. Csak nem a legjobb gondolat. Nem az Isten gondolata. És, mert még a rossz és a jó között azért néha megállapítjuk a különbséget. De a jó és a legjobb között néha nem tudjuk. Ezért Isten segít. És nevel bennünket. Tehát lókedvelő barátunk, Fülöp, nem lókötő, ott van Samáriában. Sokaság egy szívvel, egy lélekkel figyel. Hát ezt Isten adta meg, hogy figyeljenek, tehát nem ő bohózkodott, hanem egy szívvel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. Milyen érzékszerveket említ itt a Biblia? Mondjátok. Hallották
és látták. Tehát nem csak hallom, hanem látom is a Fülöp életén, látom is, ahogy imádkozik, utána mi történt a családomban, látom magamon. De az is igaz, hogy nem csak az, hogy hát látom egy aranyos ember. Nagyon szív, de jó, hogy jön lett a szomszédom. Áldja meg az. Hanem hallotta is, mert beszéltek is. Értitek? Tehát nem elég csak élni, mondani kell. Tehát ez biztos vagyok benne. Hirdetni, kimondani. A tisztátalan szellemek ugyanis a megszállottakból hangosan kiáltozva kimentek, és sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Tehát szabadulnak az emberek a tisztátalan szellemek megkötözöttségekből, függőségekből, pszichés leterheltségekből, bénák, sánták, betegek, gyengélkedők meggyógyulnak, visszanyerik az erejüket, és hatalmas öröm, felszabadultság jött az emberek szívébe. Gondolj bele, amikor apa nem részeg otthon, és örülnek a gyerekek. Egy alkoholistáról beszélek, aki mindig részeg, és mindig balhézik. Vagy nincs apám, de anya mindig valaki másik férfival beállít, és örülnek a gyerekek, hogy jaj, de jó, anya egyedül jött haza. És nem egynapos örömről beszélek, hanem ez már napok óta tart, hogy ez valódi, hát tényleg megvált, máshogy beszél, máshogy viselkedik. És jött az öröm az emberek életébe. Értitek? Hogy látták mások is, hát itt valami történik. Itt valami jó dolog van. És örülnek az emberek. És kiegyensúlyozottabbak az emberek. Hallottuk, Magyarországon megtörtént Uszkán, amikor egy rendőr még a kommunizmusba leköltözött és hirdette a kis cigányfaluba az egészet, hogy megváltoztak az emberek. Látjuk Mórahalmon, változnak a gyerekek, látjuk Csanád Albertinél, tehát ott vagyunk egy hétvégén, és változik az embereknek a szíve, szabadulnak föl, mernek elmondani dolgokat, megkenítette a szívét, és nem akartak, mondta a hölgy, hát ő nem szokott sírni, csak elsírta magát. Miért? Mert föl szabadulhatott az Isten jelenlétébe. Értitek? Tehát ez, amit Isten ad. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. Na, szó szerint azt jelenti ez a varázslás, mágia. Tök mindegy, hogy fehér vagy fekete mágiáról van szó, a kettő között nincs különbség. A fehér mágia a PR, a feketére. Mert a fekete mágia az, hogy most mondaná valaki neked, hogy figyelj csak, szeretnél egy fél évre meggyógyulni, utána rohadt fájdalmak között szenvedni, úgy, hogy közben meg fog halni a nagymamád és a gyereked, és közben majd feláldozunk még egy-két kisgyereket is ezért, és közben a sátán beköltözik az életedbe, és rémálmaid lesznek. Jössz, imádkozunk veled, eljössz rá a jósnőhöz? Hát azt mondod, hogy hülye vagy, dehogy megyek. Hát, mert egy fekete mágiától egy normális ember azt mondja, hogy dehogy kell nekem ez? Érted? Fú, nem akarok én ilyeneket álmodni. Ezért kitálták a fehér mágiát. Ugyanaz. Ez jó. Hát ez... Eutanázia. Milyen jó halál. Megöljük. De ez jó. Hát mindenkinek jó, hogy megöljük a nénit. Hát kinek jó? Hát a családnak. Mert a család nem kell gondozza. Hamarabb hozzájössz az örökséghez. Ez jó, kegyes halál, jó halál, nem? A néni is biztos örülne neki. Biztos, nem? Így jobb élni, vagy meghal. Halljon már meg, nem? A kisgyereknek is jobb, ha megöljük anyaméhbe, de hát nem vagyunk rá fölkészülve. Hát sokkal jobb az abortusz, ez egy jó halál. Na, igaz, milyen jó megölni valakit? Ez jó mindenkinek, hát nem vagyunk fölkészülve. Úgyis beteg lenne. És betegen megszületni, hát, gondolj, vagy nem lenne az egyik kezén egy újja. Így nem lehet élni. Így nem lehet élni. Tehát azt az asztalost, aki levágja az ujját, ki kell nyírni. Érted? De most értitek, hogy mit akarok mondani? Most tudom, hogy ilyen túlzás, amit mondok, de ez behetetik az emberekbe, és akkor te felszólalsz keresztényként, hogy ez gyilkosság, azt mondják, hogy milyen gonosz ember vagy, meg hogy mondhatsz ilyet, meg ilyen terhet raknál egy emberre, meg a családra, meg... Nem mi rakunk terhet a családra, csak egy gyilkossággal végigélni az életedet, az iszonyat kemény lesz. Istennél van bűnbocsánat, de ezt nem szokták hirdetni. Fehér mágia, csak jóra használjuk. Szerelmi oldás, kötés. Generációs démonokat levesszük rólad. Megzárteszünk 20-at, másikat. Ezt nem mondják. Értitek? Meggyógyulsz, jobban leszel. Csak mit áldozol föl érte? Meg meddig? Érted? Ez nagyon durva dolog. És
ez a mágia. És ez az ember mágiát űzött. A mágia, mágus szó, az babiloni eredetű. Ez Babilóniából, más néven Ninivéből ered, a nagy Babilon pedig mindig az Isten elleni lázadásnak volt a színhelye a Bibliába. Értitek? Tehát ami bejön, és át akarja venni az Istennek a helyét és az uralmát az életünkbe. Babiloni okkult vallásgyakorlat volt. Egy rejtett tudás beavatások által. Okkultizmus, ez azt jelenti, hogy valami elrejtett tudás. A mágusok, azok ugye a napkeleti mágusok, a napkeleti bölcsek, ők is mágusok voltak, tehát valami nagy szaktekintélyek, tehát figyeljetek, akik ugye, már most hirtelen kiment a fejemből, de asztronómia vagy asztrológia, igaz? Nem gasztronómiáról beszélek, tehát egy, ugye az egyik a csillagok vizsgálata, a csillagászat tudományos alapon, a másik meg a horoszkóp, meg a jóslás, meg a nem tudom micsoda. És milyen érdekes neve van? Parapszichológia. Hát, minthogyha egy tudomány lenne. De nem az. Ez átverés, hazugság. Értitek? Tehát olyat próbálnak beállítani, ami annak látszik, de nem az. És jár tudományos dolgokkal, és kutatásokkal, és mindennel, és mindenféle dolgot mondanak, hogy ugye, ha lehet, akkor becsapjanak téged. Elrejtett tudáshoz tudsz hozzájutni, amit Isten elrejtett. A sátán ugyanezt mondta Ádámnak és Évának. Valóban, hát Isten csak elrejtette ezen a fán a tényleg a jó és a rossz tudását. Mert igazából megtudnátok, mi a jó és mi a rossz, ha ennétek erről a fán. Mert eddig nem tudták, hogy mi a rossz. És igaza volt a sátának. Most már megtudták. Milyen a halál, milyen az Isten nélküliség, milyen a veszekedés, milyen az, hogy a gyerekeim megölik egymást, és átjárja a gyász a szívemet, az anyai, apai szívemet. Ho-ho-ho, de jó döntés volt, nem? Mondta ezt a sátán? Nem mondta. De Isten korrekt volt, mondta, figyeljetek, ha eztek, meg fogtok halni, bejön a halál, bejön az átok az életetekben. Ne csináljátok! Az okkult dolgok ugyanezt mondják. Isten azt mondja, hogy figyelj, ez nem a te utad. Ne menj bele a szellemi világba agykontrollal, transzcendentális meditációval, autogén tréninggel, bármivel. Mert olyan dolgokba fogsz bele, amit nem tudsz irányítani. A mágiával, varázslással el akarják hitetni, hogy te fogod irányítani ezeket a szellemi erőket. De valójában nem ez van. Tehát figyeljetek, kimegy egy ekkora kisgyerek egy hatalmas nagy kutyát sétáltatni. Lehet, hogy ide mit van az a kutya, de ha bármi történik, az a kutya elugrik, megugrik, viszi a kisgyereket, a kisgyerek így lobog, mint a zászló utána. Érted? Ha megindul. Tehát értitek, hogy ezt hitetik el, hogy te vagy a kisgyerek, és egy szörnyet, egy vadállatot, majd te pórázon, majd viszel. Nem tudod megfogni. Nincs hozzá erőd, nincs hozzá súlyod, nincs hozzá szellemi tömeged, nincs hozzá tekintélyed, fölhatalmazásod. És kicsúszik a kontroll a kezedbe. Úgy tűnik az elején, mintha te vezetnél. Érted? Amikor emlékszem, volt egy fickó, aki azt csináltam, amikor kisgyerekek voltunk a faluba, mindig behívott a kocsmájába, és akkor mindig mondta, hogy próbálj ki a nyerőgépet, dobjunk be egy kis pénzt, és mindig nyertünk. Beállította a gépet, hogy nyerjünk. Azt akart, hogy szokjunk oda, és dobáljuk bele a pénzt. Mert ugye az elején nyertünk. Milyen jó volt. Gyere, adok egy ücsit. Megkóstolod a sört. De mit akart? Szerintetek mit akart? Azt akart, hogy maradjunk ott, legyünk függők, hogy ott költsük el a pénzünket, hozzámenjen az egész. Nincs pénzünk, ő majd ad kölcsön. Nagyobb kamatra, mint ahogy mások, meg ahogy. Értitek? Tehát ez a beetetés időszaka. Valaki horgászik közületek? Te tudod, amikor te... Vagy várjál, disznót látott már valaki? Azt is etetjük, gondozzuk. Annyit adunk neki, nem is kell mozogjon, ne is mozdulj meg! Egyél, csak egyél, még egy falatot. Eszem a szívedet, szó szerint nem sokára. Na, de mindegy, ugye? Nem ez van? Hízlaljuk. Tehát ez most vicceskedek ezzel, de értitek, amit akarok mondani, hogy bele ringat bennünket a sátán, hogy hát ez jó, ne gondolkozz, elfáradsz benne, ez jó dolog. És hazudnak. És ezek az elrejtett tudás különböző beavatások által, ilyen szellemgyógyászat, szellemdiagnosztika, reiki gyógyítók és másébb, amikor ugye, angyalok fognak hozzád jönni. Hát ember, milyen angyal kell nekünk, ha mi Jézust ismerjük, az Isten fia jön hozzánk? Minek kell egy hírvivő? Olyan, mint hogyha, mit tudom én, akarok Csillával beszélgetni, és akkor a portáson keresztül kellene beszélgessek a feleségemmel. Hát nagy buli lenne.
Most nem tudtam hazamenni, drágám, évfordulónkra, de elküldtem a Portás bácsit. Nagyon jól lefoglaltam a nászutas lakosztályt a Portás bácsival, nagy buli lesz. Na most értedek, hogy mit akarok mondani? Hát nekem nem a Portás bácsi kell, nekem nem angyalok kellenek, nekem Jézus. Én őt ismertem meg, őt fogadtam az életemben, Istennel beszélhetek személyesen. Akkor Jézuson kívül milyen közbenjáró kéne nekem? Értitek? Mind halott, mind élő. Tehát egy pásztor, egy vezető, egy apostol. Tehát nem kell. Testvérekként segíthetünk egymásnak, mert lehet, hogy van olyan dolog, hogy meg vagy akadva, kéne egy ivatás, kéne, hogy valaki ott legyen melletted, de nem helyetted, hanem veled. És én nem tudok adni megbocsátást, nem tudok adni gyógyulást, nem tudok adni szabadulást, nem tudok adni megtérést. Ez kinek a munkája? Az Úr Jézusé. Vegyétek le magatokra ezt a terhet. De te tanú vagy, én tanú vagyok, nekünk az a feladatunk, hogy ott legyünk és mondjuk, és vállaljuk Krisztusért ezeket a dolgokat. Szellemek, démonok, angyalok által beavatás, szellemi erők mozgatásának az illúziója. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták rá, hogy hát ő valami isteni hatalmas, az Isten hatalmasnak nevezett ereje, valami természet fölötti. Hallgattak rá, mert a mágiájával, a varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. Ez az ámulat szó, ez fontos lesz, mert utána maga Simon is ámulatba fog esni. Ez az ámulat, ez a következőt jelenti, ez a megtévesztésnek a szelleméhez köthető sokszor, hogy becsap és megtéveszt. A megtévesztés azt jelenti, hogy igaznak látszik, de hamis. Nem mindegy, hogy egy valódi 20 000-esed van, vagy egy hamis 20 000-esed. Ugyanis a hamis 20 000-esnek mennyi az értéke? Semmi. De egy valódinak meg 20 000 forint. Nagyon nem mindegy, hogy melyik van a kezedbe. Hogy azt gondolod, hogy tele van a pénztárcám, tele van a szívem valamivel, valakivel, az igazi vagy nem? Nagyon nem mindegy, értitek? Hogy mi van ott? És ugyanez, ő becsapta őket. Ez, hogy ámulatba ejtett őket, megdöbbentette őket, ámulatba, illúzióba ejtette őket, kimozdította őket egy picit a valóságból, kimozdította őket a hétköznapi dolgaikból, egy önkívületű, szinte extatikus állapotba hozta őket. Gyerekek, miért van az, hogy az emberek drogoznak? Miért van? Mert tőlem ott vagyok a gyerekek között az iskolában, és akkor Márk bácsi, miért kezdenek cigizni az emberek? Ilyeneket kérdeznek a gyerekek. Hát mondom, ne, én se tudom, mert borzasztó rossz íze van a ciginek, most valljuk meg őszintén, aki cigizett már, és az elsőt elszívta, hát abban semmi jó nem volt, ha emlékeztek a legelsőre, csak az a kellemes szédülés, minden. Tényleg, én is a elnyomott csikkekből még gőzöl, vagy füstölgött, beleszívtam, de rosszul lettem, de nem mertem megmondani. Akkor megittam az első felest, vagy ilyen töményet. Hát őszintén, emlékszel még esetleg, amikor megittad? Most az jó volt. De miért csinálja mégis az ember? Mert ki akar jönni, ki akarja, hogy mozdítsák, ki akarja, hogy emeljék a valóságból. Egy picit szeretnék kikerülni ebből a sok teherből. És most akkor most megnézek egy sorozatot. De nem egyet, hanem 8-8-10-20-30, fú, elment az egész napom. És kiemel a valóságból, és észreveszed, hogy tiszta akarat, gyenge lesz a labing, és depressziós. Neked elkezdesz inni, elkezdesz drogozni, elkezdesz pótcselekedetekhez, érted, belemész pornográfiába, és bármi, tehát ezek ilyenek. Így alakul ki a függőség. Hogy, ugye, ez az ámulat szónak felel meg, önkívületi állapotba hoz. Hogy ne kelljen foglalkozzak a hétköznapi dolgaimmal. Ne kelljen foglalkozzak a múltammal, egy picit ez a sok zsibongás, ami van a munkába, a gyerekekkel, mondja az asszony, mondja a férjem, csak egy picit. És nem arról van szó, hogy egy picit kimész szellőztetni a fejedet és imádkozol egyet, hanem amikor elmenekülsz valami máshoz, és annak az illúzióját, annak a hamis reményét kelti, hogy jaj, de jó, de nem oldódik meg semmi. Aki volt már részeg, az tudja, hogy mi oldódott meg. Semmi. És hogyha úgy volt részeg, lett másnap fájt a fejed, meg szégyenkezte, hogy mi volt. Nincs, amikor bulisztunk érted pénteken vagy szombaton, és akkor elmesélték hétfőn, miket csináltam. Nem is emlékeztem rá. És
akkor mindenki jött az, hogy simpos, ez jött az esetet. De égtem. Nagyon gáz volt. Hát a jövő meg én mondtam, hogy most ő csinálta. De nem volt benne jó semmi. Értitek? Szégyen volt vele. Meg szétzilál egy egész családot. Tönkretesz. Nem jó. És ámulatba, mégis ámulatba ejtette őket. De amikor hittek Fülöpnek, ez a kulcs az egész történetből. Amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus nevéről szóló evangéliumot hirdette, bemerítkeztek férfiak és nők egyaránt. Isten királyságának, azaz Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdette. Elkezdett Jézusról beszélni, hogy Jézus kicsoda és mit tett. Hogy megszületett, csodákat, jeleket tett, hogy meghalt a kereszten mindannyiunk bűnért, mert bűnös, elveszett emberek vagyunk, és szükségünk van rá, és föltámadta a hálból, és legyőzte a gonoszt. És akkor Jézusról beszélt, hittek Fülöpnek, és azt mondták, hogy mi is szeretnénk megtisztulni. És szimbolikusan ezt úgy élték meg, hogy bemerítkeztek, megoldták a hitüket. Hittek, és ezután bemerítkeztek. Simon maga is hívő lett, majd miután bemerítkezett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történtek, egészen elámult. Ugyanez a szó. Most ő ámult el. Mert olyan dolgok történtek, amiket nem ő irányított. Nem ő hazudott. Hanem ugyanezeket látta, hogy fú, megdöbbent. Ámulatba jött, ez nem illúzió volt, hanem valóság. Valami egészen máshogy történt, mint amit ő eddig úgy manipulált, megcsinálta. Ugyanúgy az emberek örültek, de nem volt szégyen. Ugyanúgy szabadok voltak, de nem került pénzbe. Vagy ugyanúgy, hát na értitek, tehát hogy valami hasonlóképpen. Azt mondja, hogy kimozdította Fülöpöt, vagy bocsánat, Fülöp kimozdította a Simon mágust, abban, ami eddig volt. Önkívületi, extatikus állapotba kerülhetett Szent Szellem által. A Szentlélek megérintette, és valami olyan is történt, amit nem ő irányított már. Na, amikor meghallották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, ők lementek, imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szent Szellem ajándékában, szó szerint részesüljenek Isten Szent Szellemében. Szó szerint ez van a Bibliában. Tehát ott nincs ez a szó, hogy ajándék, hanem a Szent Szellemben, ezt a bibliafordítók azért írták oda, hogy mint ajándékképpen, mint Isten jelenlétében, hogy Istent magát kapják ajándékul. De itt nincs ez a szó. Mert még egyikükre sem szállt rá, csak be voltak merítve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szent Szellemben, Szent Szellemből. Tehát, ami nagyon fontos, apostoli fennhatóság és tekintély alatt vannak, még Fülöp is nem ment ki az apostoli tekintély alól. Amikor meghallják, az apostolok küldötteket küldenek, és apostoli küldött maga Péter és János, aki egyébként apostolok, de az egész apostoli tanács felhatalmazásával, nem kiválásával, nem a János minisztri, meg a Péter minisztri megérkezett hozzánk, és itt vagyunk, és mi jöttünk ide, hanem az egész apostoli tanács felhatalmazásával jöttek, és tették azt, amit tettek, ugyanis az már egy szintlépés volt, hogy nem echte zsidók tértek meg, hanem ez a keverék név, ez a Samária, és hogy az apostolok által is hitelesítve legyen, hogy ők tényleg hívők, ők mentek el. Ők delegálták, és nagyon fontos kézrátételes imádság által kiárat rájuk Istennek a szelleme. Kézrátételes imádságról már beszéltem az elmúlt napokban, nagyon röviden, az mindig egy tekintéllyel rendelkező imádság. Mindig az az alapelve a Bibliában, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Ezért az más, hogy oda megy valaki, megveregeti a válladat, vagy imádkoztok úgy, hogy átkoroljátok egymást, nem erről szól. A kézrátételes ima, amikor valaki tekintéllyel oda megy, és úgy imádkozik, érted? Vagy a válladra, vagy a fejre teszi a kezét. Azt ne engedd meg mindenkinek. Csak azoknak, akiknek az életén látod, hogy hitelesek, a Szentlélek hitelesítette őket, mint ahogy a diakónusokat is, az apostolokat is, és azért, mert az egy, most én csúnyán mondom, de a kézátételes imádság olyan, mint hogyha valami közvetlen isteni erőt közölne veled. Az ő szellemén keresztül jön a te szellemedbe valami. Ha benne tisztátalan dolgok vannak, azzal te szerintem nem szeretnél közösségbe kerülni. Mert mit mond a Pál, aki tisztátalan nővel egyesül,
hogy az egy szellem lesz ő vele. Tehát, hogy tudom, hogy az a paráznáról van szó, a prostituáltról, de itt most nem arról beszélek, de mégis, tehát nem mindegy, hogy kitől fogadod el a kézzátételes áldást. Hogy ki lesz rád, és milyen hatással, kinek a hatalma alá hajtotta meg a fejedet. Jézusé alatt hajtsd meg, és ha Jézus adott tekintélyeket, akkor maradj azok alatt. Érted? De nem mindegy, hogy ki vagy hogyan. És így mindig egy felhatalmazás volt az apostoloktól, akik imádkoztak. Akik egyébként a bemerítést, az úrvacsorát, ősztást végezték, azok általában ilyen tekintélyek voltak, és nem csak úgy adhok bárki, figyelj, egyezzünk meg, te bemerítesz engem, a fürdőkádba után én bemerítelek téged. Jó van akkor, meg van oldva, kész. Nem így volt. Tehát, hanem figyeltek az isteni rendre. Nagyon röviden. Szent Szellem keresség, vagy Szent Szellembe való bemerülés. Szent Szellem általi bemerítés Isten szellemének azon munkája, amellyel a megtérő, hívő embert újjászüli, elpecsételi, benne lakozást vesz, és ezzel egy időben bemeríti Krisztus testébe, a kihívottak láthatatlan szent gyülekezetébe. Ezt én írtam, csak nem tudtam volna még egyszer elmondani, úgyhogy azért olvasom. Tehát a Szent Szellem keresség, amit biztos hallottátok ezt, hogy valaki ezt a szót, ez a Szent Lélek keresség, Szent Szellem keresség, ez az, hogy keresség, ilyen nincs a Bibliában, amiből a baptizó van, teljes alámeríteni, bemeríteni, belemártani jelenti. Tehát a Szent Szellembe való bemerülés ezt jelenti, hogy a Szent Léleknek azon munkája, amikor teljes uralmat tud venni az életed fölött. Belemerülhetsz, mint amikor a vízbe, aki már bemerítkezett, az tudja, hogy amikor teljesen körülvesz a víz, amikor Isten jelenléte teljesen körbevesz, kívül és belül betölt, na ezt hívjuk Szent Szellem keresésének, vagy Szent Szellem való betöltekezésének, vagy való bemerülésnek, hogy egy megtérő, hívő embert újonnan szül, és teljesen új leszel, és elpecsétel téged, benned lakozást vesz, és több életedből. Legfeljebb visszaszorul, de nem hagy el téged. És ezzel egy időben, amikor ez történik, behelyez téged a nagy eklézsiába, te a hívő emberek közé tartozol, lesznek hittestvéreid. Betöltekezés vagy beteljesedés Szent Szellemmel, ez meg egy másik dolog, tehát a betöltekezés vagy a beteljesedés, ez azt jelenti, hogy a már újjászületett Szent Szellem keresztelt hívő, tehát már újjászületett hívő embert engedelmes és teljes odaszánása esetén a Szent Szellem egészen, azaz életének minden területére kihatva, a Szent Szellem egészen az uralma alá veszi. Isten szellemével való beteljesedés mindig egy bűnből való megtérés, megtisztulás és a hit által, a benne való bizalom által lehetséges. Akik megtértek, sajnos nem mindnyájan vannak telve Szent Szellemmel, hanem vannak, akik testi állapotban maradnak, és egy legyőzött életet élnek. A keresztény élet célja, és ez is az ideális, hogy mindig telve legyünk Szent Lélekkel, Szent Szellemmel, és az ő vezetése alatt álljon az életünk. Csak a bűn ronthatja meg ezt a minőségi életet a Szent Szellemben. És azért olvastam, hogy itt nincs ajándékról szó, tehát a kettő fogalom az különböző, a Szent Szellem keresés, vagy Szent Szellemmel való bemerítkezés, és a betöltekezés az egészen más. Bemerülni egyszer fontos, hogy ez megtörténjen, de betöltekezni folyamatosan kell az életedbe. Ez nagyon fontos. Értitek? Egyszer veszed meg a kocsit, mégis sokszor kell tankolni. Jó? Tehát ez meg. Betankolni Isten jelenlétével. Egyszer ettél egy jót, de azért csak megint megihezel, és szomjas vagy, lelkileg, szellemileg is ez így van, hogy fontos, hogy átadjuk újra és újra az életünk irányítását. Istennek úgy, hogy nem irányítsuk, volt valami elcsúszás, jöhetünk Istenhez, megtérés, egy imádság által, hogy bízunk benne, nem félünk, hanem ráfigyelünk. A Biblia alapján nem mondhatom ki, hogy ennek lenne a jele a nyelveken szólás. Tehát ezt azt kell mondjam, a nyelveken szólás egy Istennek egy karizmája, de nem az univerzális, amit mindenki megkap. Nagyon sokszor megkapják az emberek, de például itt nem olvastuk, hogy bárki nyelveken szólt volna. Az apostolok, amikor nyelveken szóltak, azok értelmes nyelvek voltak, de Isten ad, tudom, hát a gyülekezetben is tudjátok, hogy sokaknak megvan ez az ajándéka, szoktuk is gyakorolni, de nem gondoljuk azt, hogyha valaki nyelveken szól, az az igazán hívő, a többiek meg nem.
Tehát ez nagyon fontos, hogy ez megnyugtasson benneteket, hogy ez egy jelajándék, azért is jelenik meg sokszor, amikor ilyen határesemények vannak, hogy lássák az apostolok is, és tudják azt mondani, hogy ez tényleg a Szentlélektől van, és nem ők mondanak valamit, ugye, hanem így történik. Na, gyorsan, amikor látta Simon, hogy az apostolok kézátételével adatik a szellem, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, az vegye a Szent Szellemet. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. És itt tényleg az ajándék szó szerepel, de nem a karizma, hanem a dórea, a dóri, dóra név. Ugye? Dórea. A dórea az mindig személyt jelöl. Tehát amikor Jézus a samáriai kútnál azt mondja, hogy ha ismernéd Isten ajándékát, dórea, akkor ha ismernéd az ajándékot, akkor te kérnél tőle, és ő adna neked éltető vizet, mondta magáról. A dórea szót, mint ajándék szót, Isten magára szokta érteni, a Szentlélekre szokta érteni, Jézusra érti. Vagy egy személyre, mint egy ajándék az egész családunknak. A karizma az meg egy olyan ajándék, mint hogyha mondjuk adnék neked egy ásót ajándékba, egy bicskát, amit tudsz használni valamire. Érted? Ez egy ilyen ajándék. De a házasságkötéskor a férjednek te vagy az ajándék, a feleségednek te vagy az ajándék, a gyermeked egy ilyen ajándék, egy dórea. Értitek? Az egy személy. Nagyon fontos. Tehát ezt azért akarom mutatni nektek, hogy itt többről van szó, mint arról, hogy Isten oda megy, ad egy kis cukorkát, ad egy szívószálat. Vagy, érted? Tehát, hogy most nem lebecsülöm a nyelveken szólás értékét, hanem azt mondom, hogy több van itt a nyelveken szólásnál, mert Isten önmagát adja ajándékul. Ami megjelenhet profétálásban, gyógyításban, nyelveken szólásban, apostoli elhívásban, evangelizálásban, tanításban, bölcsességigéje, folytathatnám. Majd eljutunk egyszer oda is az ajándékokhoz. Szóval azt akarom ezzel kapcsolatban nektek mondani, hogy a 21-es vers, nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térd meg tehát a gazságból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és gonoszság fogságába estél. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézváltételével adatik a szellem, pénzt ajánlott fel nekik, hogy vele is ez történt. Ez úgy működik, hogy én oda teszem a kezem, és akkor valakit betölt Isten léte. Oh! Egy villanyszerelő ismerősöm, ugye van három kábel általában már az új helyeken, az egyik a földelés. És ott volt, szerelte, de ő tudta, a villanyszerelő tudta az egészet, és akkor fogta, kilóptak a dugajból a vezetékek, és akkor megfogta, és de a földelést fogta meg, abban nincsen semmi, és mindenki mindenki sírt meg sírt a felesége, meg minden, és akkor csak szórakozott, hogy földelés fogtam. Szóval egy villanyszerelő tudja azt, hogy melyiket foghatod meg, melyiket nem, anélkül, hogy megcsapjon, de ne próbáljuk ki otthon. Tehát, de azt akarom mondani, hogy Péter és János tudták, ők a villanyszerelők, hogy hát, barátom, én bárkire rátehetem a kezemet, de én nem tudok szent lelket adni senkinek. Én csak egy vezető, egy csatorna vagyok, egy eszköz vagyok, de a szent lelket, azt Isten adja, nem én. Értitek? Azt mondta, hogy ennyit tudok tenni. Eznek azt hitte, hogy jaj, nekik milyen hatalmuk van, hogy ők teszik. És ő is akarta ezt a hatalmat, tehát azt a kontrollt akarta az emberek fölé, és ő pedig nem akarta azt, mint az apostolok, mert az apostolok szolgálták Istent, és szolgálták az embereket. Ő meg ugye kontrollálni akart, és oda akart állni valahol Isten és az emberek közé. Simon mágus. Nagy különbség a kettő között, nem? Értitek? Nézzétek meg, hogy mi gátolja a betöltekezést. Utána itt meg fogok állni, még két igeverset fogok felolvasni, aztán félbe hagyom, mert nem lenne időm még a főpohárnokról beszélni. Nem akarom, hogy hosszú legyen. Inkább az legyen bennünk, hogy eljövünk jövőtön, aztán kíváncsian figyelünk, hogy mit mond Isten. Én megnyertem egy kis szabadidőt, hogy már nagyjából megvan az ige hirdetésem. De nem, majd azért imádkozok mellett, hogy mond az Úr valami extrát. Szóval, amit akartam mondani nektek, és utolsó előtti gondolat, hogy mi az, ami gátolja a Szentlélekkel való beteljesedést, hogy teljes életet tudjunk élni Istenben. Nézzétek meg, mi van Simon életében.
Ott van a hatalom vágy, hogy ő a hatalomra vágyik. Ott van a pénzimádat, hogy ő azt hiszi, hogy pénzen mindent el lehet intézni. Hogy kell a hatalom, kell a pénz, kell ez, hogy... Azt mondja, hogy ezt mondja neki, hogy nem örökölhetsz ebből 21-es vers, mert a szíved nem egyenes. Ez a szó, hogy egyenesség, ez azt jelenti, hogy tudom azt, hogy Isten előtt állok, hogy Isten előtt meg kell álljak. Ha egyenesség hiánya van az életedbe, azaz ki szeretnéd hagyni Istent az életedből, azaz olyan életet akarsz élni, hogy nem a valóságos, akkor nem fogsz tudni betöltekezni Isten jelenlétével. És az utolsó rész, amire itt felhívják a figyelmedet, vagy figyelmeteket, hogy ugye keserű, irigység és gonoszság. A keserűség, fú, halljátok, ez egy nagyon-nagyon... Tudod, az, hogy most pénzimádat, az, hogy hatalomvágy, az, hogy kihagyjuk Istent, valaki nem egyenes, hazudik, sunyít, kikerüli az Isten embereit, ez egyértelmű. De tudjátok, ez a keserűség, ez ott van a gyülekezetekben. Erről nagyon sokat ír a Szentírás, hogy a keserűség gyökere, egy kicsi mag, egy gyökér, amit még nem jön a felszínre, csak ott a felszín alatt ott az nő. Van egy növény, nem tudom milyen növény a kertünkben, kis picike levele van. Mindig kitépem, letépem, azt hiszem, hogy el van intézve. Múltkor viszem az ásóvillát, kiásom. Halljátok, ilyen több méterre elment, és mint a petrezselyem, olyan vastag gyökérzete van. De mindenfele. Pedig olyan kis nyesztett kis növénynek tűnik. Mindenfele viszi a gyökér. Vagy ez a tarack búza, ami átszűri az egész földet. Halljátok, olyan vastag, szinte kiirthatatlan. Nem bírtam, tehát a gyerekem ráállt teljes erejével így az ásó, nem ment le az ásó, olyan vastag volt a gyökérzet. Nem tudta át, én 100 kilóval, azt levágtam már a gyökérzetet, de értitek, tehát, hogy az nem ment. A keserűség ilyen, hogy nem veszed észre, ott van a szíved mélyén, és egyszerűen elkezdi befonni a szívedet, és a végén eljutott, hogy nem tudsz érezni dolgokat, jó dolgokat, nem tudsz örülni a másik örömének. Bosszant, amikor meglátod a másikat, hogy örül, akkor társul a keserűség, mert egy irigység. Persze neki igen. Bezzeg én nem. Hát én hány év vagyok hívő? Hát én már idősebb vagyok. Hát én mennyit szenvedtem? Persze, ilyen élettel könnyű. És jön ez a fajta keserűség, amihez hamarosan egy bosszúvágy is fog csatlakozni. Érted? Hogy neki jár, ha neki jó, nekem miért nem lehet? Hát akkor inkább neki se legyen. Értitek? Felnövekszik az ember életébe ez a keserűség. Nem tud örülni. Miért jobb neki? Emlékeztek, a gyülekezetünket is mérgezte ez a keserűség. Nagyon keményen. És nem tűnik nagy bűnnek, mert szegény, csak szomorú. Hát szegényt megértjük, mert szegény biztos azért szomorú, mert nincs társa. Nem lehet gyerekük. Most beteg. Sok nehézségen ment keresztül. Hát igen, ő nem lett vezető, vagy... De nem az érdemeink alapján történnek ezek, hanem Isten választása alapján. Tegnap erről beszéltem ezen a 30 pluszos konfin, hogy ha a felelősségedet te megteszed, Isten nyit új lehetőségeket. Tehát, hogy legyél boldog. Olyan jó volt, beszélt egy 40 éves lelkipásztor, ott tök vidáman kiegyensúlyozott, és elmondta, hogy gyerekek, én egyedülálló vagyok. Azt mondja, nem tudom megértetni a saját szüleimmel, hogy én boldog vagyok. Boldog vagyok a bőrömben. Mindenki lesajnál, hogy szegény, mert egyedül van. Ez én boldog vagyok. Mert a boldogságomat az Úr Jézus adja. Hogy nekem itt van az Úr Jézus. Őszinte leszek. Vannak olyan napok, amikor nagyon rosszul esik az üres házba az emel, és akkor úgy, az fáj. De ez egy-két nap. De ha összességében nézitek az életemet, boldog és kiegyensúlyozott vagyok, mert Jézusban van a hitem. Tehát én nem a feleségemtől leszek boldog, értitek? Nem a gyerekeimtől. Mert mi van akkor, ha soha nem lesz gyereked? Vagy meghal a gyereked? Akkor eldobod az életedet? Ennyi volt az élet? Tehát értitek, hogy mit akarok mondani, hogy sokkal mélyebbről kell fakadjon a te boldogságod, a te identitásod, hogy kihez tartozol, mint az, hogy mit van, vagy ki vagy. Az, hogy lát téged Isten, kihez tartozol, hogy Istené vagy, Isten megváltott gyermeke. Ebből kell fakadjon a boldogságod. Érted? Hogy tök mindegy, hogy hanyas egyet hoztál most haza, Isten még akkor is szeret. Meg hogy sikerült ez a mai nap.
meg az anyád jó mindenit hallod, megint bűnnel jössz, bocsánatot kér Istenhez. De akkor is szeret. Hát mit csináljon? Verje nagyon? Akkor is azt mondja, akkor elhiszem azt, barátom, hogy ez a mai nap, ez ettől kezdve valami megváltozik. És miért ne a mai nap legyen az, amikor valami megváltozik? Lett volna időm, még pont erről beszéltem volna a Fülöp esetébe, hogy amikor oda megy az etióp főpohárnokhoz. Annak az az egy nap volt a változás napja. Keserűség, irigység, ezek a szívek, a gonoszság, a pénzimádat, a hatalomvágy, az, hogy nem vagy egyenes, kihagyod Istent, ezek nem fogják segíteni az életedet, hogy Szentlélekkel teljes életet tudjál élni. Ez gátolja a betöltekezést, és gátolja a valódi megtérést. De nézzük akkor meg, hogy mi az, ami viszont segíti, hogy betöltekezz Szentlélekkel. Az egyenesség. Isten előtt lenni, és elismerni, hogy én bizony-bizony Istentől függök. És minden, ami van, tehát minek hazudjak Isten előtt? Elmondani mindent Isten előtt. A megtérés, metanoia, egy új gondolkodás módra térni. Megváltozik a gondolkodás módom Istenről és magamról. Isten nem azért szeret, mert valamit megtettem, vagy elértem, vagy megérdemlem, hanem Isten jó. Isten szeret, Isten az egyszülött fiát adta értem. Magamról is megváltozik a gondolkodás módom. Hogy azt mondom magamról, hogy hello. Hát a sas, ne kapirgáljon már szemét dombon. Tehát mit keresek én itt? Én nem akarok a bűnben lenni. Megváltozik a gondolkodás módom a másikról. És nem azt mondom, hogy fúj, de gáz, de szemét, de brot, mocskos. Azt mondom neki, hogy figyelj már, te nem vagy, te nem erre vagy elhívva. Téged nem erre teremtett Isten, te ne maradj már itt. Hát gyere ki belőle. Értitek? Egészen máshogy kezdek beszélni róla, máshogy beszélek vele, máshogy szólom az Istennek az igéjét. Akkor elkezdesz, érted, változni belül a gondolkodásmódod. Hoppá, hoppá. Egyenesség, megtérés, a könyörgés, a kérés, bűnbocsánatért elősegíti a Szentlélekkel, Szent Szellemmel való betöltekezést. Ha ez van az életedben. Simon így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Megtért? Nem tért? A Biblia nem foglalkozik ezzel, tovább megy? Nem tudom. Az is lehet, hogy ez egy álmegtérés. Tudjátok, mi a megtérés? Két komponensből áll a megtérés. Emlékeztek rá? Az egyik egy bűnbánat, egy megszomorodás. A másik pedig egy megváltozott élet. Igazából nem megy egyik a másik nélkül. Hát jó van, akkor jó. Na, nem csinálom. De nem bántad meg, nem érzed, hogy ez miért gáz, akkor vissza fogsz esni, vagy máshol fog kijönni. De akkor megbánod, és azt mondod, hogy jaj, igaza van. Hát egy Bibliában annyit látunk, hogy Simon idáig eljutott. Jaj, rosszat csináltam. De nem látjuk, hogy van-e megváltozott élet. Megváltozott-e az élete, a beszéde, a hozzáállása, a kapcsolatai. Ha valakiről azt mondjuk, hogy megtért, azon látszott, hogy megszomorította a bűn. Nem büszke rá, nem fő, jaj, régen, miket csináltunk. Nem így fog beszélni róla. Azt mondja, undorító volt, amit csináltam, de Isten kihozott, és Isten gazdag. És most Isten kegyelmű vagyok, aki vagyok. Az így fog beszélni, értitek? Nem a múltját emeli föl, meg a rossz dolgokon fog viháncolni, meg ilyesmi. Az megbánta. És látszik az élet, hogy megváltozott. Látszik. Volt egy alkalom, készültek bemerítésre Erdélybe, és akkor jött egy néni, hogy ő megtért. És mondták, hogy hát de nénikém, hát nem is ismerjük magát, kicsoda, micsoda, miért. Hát honnan tudjuk, hogy tényleg meg, ki tudja bizonyítani, hogy megváltozott egy özvegy néni. Hát azt mondja, a macskám. Macskája. Szóval igen, mert már nem rúgok bele. De akkor hazament, feszültem, mindig belerúgott a macskába. Azt mondták nálunk a faluba, hogy egy hívő emberről, azt, még az állatai is megmondták, hogy hívő ember. Egy hívő ember nem ütötte verte az állatait, meg nem kínoszta. Vannak olyan emberek, figyeljetek, aki annyira dühös, és akkor nézd meg egy disznóvágást, szinte ott vezeti le a dühét, hogy agyonveri a disznót. Tényleg, hívő embernél még ez is megváltozik. Egy életváltozás, nem egyik napról a másikra, de a mai nappal valami elkezdődik. Vagy a mai nappal valami folytatódik az életedbe. És ha egy időszakot nézünk majd, akkor azt mondjuk, hogy hú, hallod, tényleg innen ide azt. A mai nappal ez elkezdődhet, vagy a mai nappal ez folytatódhat. Ez a kulcs. Ők pedig, az apostolok, bizonságot tettek, hirdették az igét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok más samáriai faluban is
hirdették az evangéliumot. Látjátok, mi történt? Ige hirdetéssel, evangelizással, bizonyságtevéssel foglalkoztak, nem azzal, hogy most Simon üdvözül vagy nem, nem álltak le Simonnál, hanem folytatták a küldetésüket. És látjátok, hogy mi történt az üldözés hatására? Eddig az apostolok hol hirdették az evangéliumot? Csak Jeruzsálembe. De most, hogy lejöttek Fülöp miatt ide, hát végettek a samáriai falvakat, mindenhol örömmel mondták nekik az evangéliumot. Jó sült ki belőle. Igaz? Na itt megállunk, aztán majd jövő héten, ha Isten kegyelmes, akkor folytatjuk. Bátorítalak benneteket erre, ami egy kulcsmondat volt, hogy mi hozott változást Samária életébe? Egy fickó, aki oda került, egy hívő ember. Egy hívő ember egy egész városra hatása lehet? Vagytok olyan településről, ahol lehet, hogy ti vagytok, vagy nem sokan vannak hívők? Egy város részből. Bátorítson benneteket. Csak egy fickó oda kerül, egy munkahelyre csak egy hívő. Az évfolyamban csak egy hívő. Hát, akkor már pont elég. Egy ott van. Bent van. Akkor hirdesd. Fülöp mit hirdetett? Nem arra nézett, hogy boszorkányság, megkötözöm a Simon mágusba lévő szellemet, oda kötözöm a mit tudom én, minek a tornyához. Nem ilyeneket csinált, hanem azt mondta, hogy tudjátok mit? Ez szellemi erő, szellemi határ, csata. Tehát tudta ő, hogy ez ellen bőtölni, imádkozni kell. Itt a tette is. De hirdette, ezt olvastuk, hirdette mit? Az Isten országát és Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Ezt hirdette. És akkor hirdette, Isten megerősítette az ige hirdetést jelekkel, csodákkal, mert a samáriak, azt mondtam az én, hogy hallották, látták, hogy valami történt. Szeretnénk, hogy ez legyen? Akkor imádkozzunk. Hálások lehetünk Istennek, hogy mi nem egy személyes hadsereg vagyunk, hanem hogy Jézus is az apostolokat kettesével, hármasával küldte ki, az apostolok tanács is már egyből Jánost és Pétert együtt küldte ki, hogy mi itt lehetünk egy közösségként, és imádkozhatunk egymásért. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy kettesével, hármasával forduljunk most egymáshoz, és imádkozzunk egymásért, hogy hűséges tanuk legyünk. Hol Isten munkálkodik, oda be tudjunk állni, és lássunk csodákat és jeleket. Tudjátok, mi a legnagyobb csoda, ami történhet ezen a világon? És sehol máshol nem történhet olyan, csak most itt a földi életünk során. Ez a megtérés. Na, vagy a földön megtörténik a földetetben, vagy soha többet. Ez a legnagyobb csoda, amikor egyszerűen valaki meg tud változni egy 180 fokos fordulat az életében. Halott volt, és élet lesz benne, érted? Tehát, hogy sokkal nagyobb dolog, hogy valaki egy ilyen életből kijön, és Istenhez fordul. Jön életből, hogy eddig cuki kislány volt, vagy jó fiú volt, de most nem jó fiú, és nem cuki kislány, mert rájön, hogy ez kevés, hanem Isten kegyelmére van szükség. Vagy bűnös volt, elveszett volt, mocskos volt, de jön Krisztushoz, szalad, fut Krisztushoz, és megváltozik az élete. Még a mágiából is ki lehet jönni. Értitek? Mindenből. Jézus nagyobb. Ezért ámult el Simon, hogy te jó, hogy itt valami nagyobb van. Itt valami nagyobb erők mozognak, mint amit én eddig bármikor is láttam. És ez az erő volt képes megszabadítani Simont is. Na, így imádkozzunk, ilyen bátorsággal, jó? Ketten, hárman, akik ott vagyunk egymás mellett, forduljunk össze és imádkozzunk egymásért is.